A stúdióban Dúró Dóra, mi hazánk elnök köszönöm köszöntöm, kezdjük csak, jó reggelt kívánok. Vendégkérdezünk pedig Szalai Szabolcs, az Index újságírója. Szia szabbi, örülünk, hogy jó itt jöreked. vagy nálunk. Kezdhetsz is. Jöreked. Hogyha a február elején beszélgettünk volna, akkor még viszonylag nagy magabiztossággal kijelenthető lett volna az, hogy a mi hazánk mozgalomnak két európai parlamenti képviselője is lesz, de hát azóta beugrott vagy berobbant a magyar politikába Magyar Péter kijelentető az, hogy ez most már egy olyan jellegű politikai esemény az ő megjelenése, amely nem csak a baloldali ellenzéki pártokat, de a mi hazánkot is kellemetlenül érintheti, hiszen a legutóbbi május közepén megjelent mi kutatási adatok most már legjobb pozitív forgatókönyv szerint is egy parlamenti képviselőt mérnek önöknek. De a, közvéleménykutatások a 2022-es választásokat megelőzően mindegyikéről elmondható, hogy hiba határon túli mértékben alul mértelmi hazánkat, és akkor az összes közvéleménykutató azt jósolta, hogy nem fogunk bekerülni a parlamentbe, ehhez képest bekerültünk. Ráadásul ugye maguk a közvéleménykutatók is elmondják a mostani adatok alapján, hogy, hogy ezeket nagyon nagy mértéktartással kell kezelni. Nem zárom ki egyébként azt, hogy akár kettő képviselőnk lehet a jelenlegi körülmények között is, hiszen a a állítási versenyt, ugye egy napon lesz az Európai Parlamenti Választás az önkormányzati választáson, a jelölt állítási versenyt az ellenzéki oldalon a Mi Hazánk Mozgalom nyerte. Ez nagyon nagy fegyvertény és nagyon eh, nagy szervezettségről és hálózatról tesz tanúbizonyságot. bizonyságot. A Mi Hazánk eh, a Fidesz és a DK mellett az egyetlen, amely az összes területi listát fel tudta állítani, semmelyik másik ellenzéki párt ezt nem mondhatja el magáról, illetve az ellenzéki pártok közül a legtöbb jelöltet állítottuk az önkormányzati választáson lekörözve e tekintetben a dk is, és itt hangsúlyozni kell, hogy itt a közös jelöltek is beleszámítanak, tehát a DK-nak mással közös jelöltjei is beleszámítanak. Ez úgy gondolom, hogy egy olyan erőt mutat, amely miatt magabiztosan állhatunk a választások elé. Ugyanakkor persze nem tagadjuk, ha egy új politikai szereplő megjelenik, az valóban minden pártból valamekkora, minden pártnak valamekkora veszteséget okoz. Igyekszünk a saját szavazóink szemét felnyitni Magyar Péter jelenségével kapcsolatban és rámutatni, hogy az egész egy lényegében egy kész átverés só, és hogy az ő politikája tartalmilag teljesen más, mint amit a mi hazánk mozgalom képvisel, sőt mondhatjuk, hogy homlok egyenest az ellenkezője. Talán egy nagyon fontos dolgot fogalmazott meg, hogy a saját szavazóik figyelmét szeretnék erre felhívni, miközben ugye Magyar Péter szavazói pont az ellenzék oldaláról szippantanak el szavazókat, sőt, sokan azt mondják, hogy képesek megszólítani adott esetben akár a fiatalokat is, ami lehet, hogy az önök számára is fontos lenne és olyan szereplőket, olyan választókat, akik keresik az új arcokat a politikában. Ez akkor ilyen értelemben az önök számára mindenképpen kihívás erre, hogyan tudnak reagálni? Egyrészt szeretnénk azokat a tartalmi különbségeket megmutatni, amelyek Magyar Péter politikája és a Mi Hazánk politikája között vannak. Ha már itt az Európai Parlamenti Választást említették, akkor nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy Magyar Péter saját bevallása szerint is az Európai Néppárt frakciójába szeretne beülni, illetve csatlakozni ehhez az ő képviselői. Az Európai Néppárt frakciójának a bizottság élére szánt jelöltje Ursula von der Leyen. Az az Ursula von der Leyen, akiről kiderült, hogy a vakcina beszerzéseket ugye SMS-ben korrupt módon bonyolította le a Pfizernek a vezérigazgatójával, és az egész globalista oldalt képviseli gyakorlatilag. És Ursula von der Leyen az a személy, akiben egymásra talál a Fidesz, a DK és Magyar Péter, hiszen Ursula von der Leyen nem lenne most az Európai Bizottság elnöke, ha a Fidesz képviselői nem szavazzák meg. Tehát miközben a kormány körbeplakátolt az egész országot azzal, hogy nem táncolnak úgy, ahogy ő, ő, a Brüsszelben fütyülnek, és Ursula von der Leyen arcát tették oda. Eközben, miközben Brüsszelben, amikor szavazni kellett, a Fidesz képviselői támogatták, és ugye a megválasztását követően a DKEP képviselője, Molnár Csaba mondta azt, hogy Ursula von der Leyen Európa képe, az teljes egészében megegyezik a DK Európa képével, tehát hogyha azokról a kérdésekről beszélünk, amelyekről valójában szól ez a választás, akkor látjuk, hogy Magyar Péter lényegében ugyanaz képviselő. Jó, beszélgessünk akkor egy kicsit a Mi Hazánk mozgalomról. Borvendég aki a harmadik helyén áll a mi hazánk európai parlamenti listának, és mint hogy a listavezető Torockai László, illetve ön kijelentették első-második helyen a listán, hogy nem fognak kimenni az európai parlamentbe, ezért ugye, nagyjából egy mandátummal lehet kalkulálni, Borvendék Zsuzsa bejutás az európai parlamentbe, ő az, vagy ez, ez, a tény, ez magában valószínű, viszont Borvendi Zsuzsával nem tudunk beszélgetni, mi az ok? lehet vele beszélgetni, hiszen több rendezvényünkön megjelenik, Torockai Lászlóval együtt járja az országot, a legnagyobb majál is tartottuk például ennek a hónapnak az elején, és akkor is ott volt, lehetett tőle kérdezni, tehát nem mondjuk azt, hogy... Tesz, hogy, hogy így a, milyen, az, az azt... ilyen lakossági körben mozog, és ott oda lehet hozzá lépni, az egy dolog, de ennek azért vannak más Egész formális. nyugodtan eljöhetnek a rendezvényeinkre, láttam a híradó bejátszásában, hogy vidéki rendezvényekre Magyar Péter esetében el tudnak menni, szeretettel látjuk a stábjukat a mi rendezvényeinken is, a... és akkor egész nyugodtan tehetnek fel neki kérdéseket. Már csak itt például ja, azzal kapcsolatos kérdéseket, hogy ő konkrétan kormányzati ráhatásra maradhatott a Magyarságkutató Intézetnél, amikor kiderült, hogy az önök európai parlamenti listáján szerepet, a emlékszik ön is rá, hogy Tarzoltán református lelkész egy Magyar Péter féle rendezvényen történő felszólalás miatt kényszerült távozni egy kormányzati cégtől. Mencer Tamás ezt akkor úgy kommentált, hogy hát miért is kéne ott tartani, hogy a kormány ellen dolgozik. Borvend és viszont maradhatott a Magyarságkutató Intézetnél. Más kérdés, hogy aztán utána távozott onnan, de a válasz online azt írt, hogy konkrét a kormányzati szintről lobbiztak azért, hogy jót ott maradhasson. Nagyon örülök, hogy felhozta ezt a témát, de a, ne, kér, arra kérem, hogy ne fogalmazom meg tényként olyan dolgokat, amik egyrészt sajtóhírek voltak, másrészt rákérdeztünk erre Borvendég Zsuzsannánál, és ő nem hallott erről a magyar kutatónál. Hát lényegében ő cáfolta azt, hogy itt bármiféle kormányzati ráhatás lett volna. Más kérdés, hogy persze megint az erre adott válasz közleményünket, például a, a cikket lehozó válaszon nem hozta le. Ugye ami hazánk mozgalom a legelhallgatottabb párt a médiában, és hogyha minden, itt van most akár, ön nálunk. Így van, ennek nagyon-nagyon örülök. De a média Két héttel ezelőtt Torockai László is itt volt nálunk. A média tanács kimutatása alapján a fő hírműsorokban Magyarországon, hogyha a pártok megjelenését tekintjük száz százaléknak, a legkevesebbet ami hazánk mozgalom szerepel. Most szerepnek. én egy pont szerep amikor önnel beszélgetek egy élőadásban, nem tudok segíteni, vagy ez szerintem Értem, önmagában cáfolja, hogy megkérdezzük -e őt, vagy nem. Ha a lényeg az, hogy Borvend nem rúgták ki a Magyar akkor, amikor fölkerült az önök LP listájára, hogy a sajtóhír, Ír. Amit egyébként senki nem cáfolt annak egyébként, mi a háttere az a dolog? És aztán utána távozott ő. Így van, miután hivatalos jelölté vált, utána ő távozott a Magyarság Intézetben, Azért sem szerencsés a Tarzoltánnal való párhuzam, mert a Magyarság Intézetnek egy nagyon jelentős végkielégítést kellett volna kifizetnie a borvendég Zsuzsannának, hogyha kirúgják mindenféle indok nélkül, miközben Tarzoltán próbaidőn volt, ha jól tudom, abban a, a, e, abban a pozícióban, amelyen volt. Torockai hát, László László én... maga mondta azt, bocsássam, hogy maga mondta hogy számítottak arra, hogy borvendég Zsuzsannát kirúgják, de ezt a Fidesz azért nem meri megtenni, mondja Toroszke. László, mert ezzel ő maga is szavazatokat feszítene. Hát az ön pártelnöke mondja azt, hogy a Fidesz politikai okokból saját maga politikai hasznát tekintve tartotta bent, és nem rúgta ki azonnal Borrend és Zsuzsánál. Ez elképzelhető, hogy közre játszott ebben a döntésben, hogy nem rúgták ki. Én az anyagiakat nem becsül, az anyagiaknak a jelentőségét nem becsülném le. Én ezzel most nem is foglalkoztam, a politikai részsel foglalkoztam csak. Ugyanakkor, de, de, ez egy fontos tényező, tehát nem mindegy, hogy valaminek anyagi okai vannak, vagy politikai, vagy mind a én nem zárom ki, hogy ennek is ebben is van, vagy önnek van részigassága ebben az ügyben. Nem tudjuk, mivel az érintettek ugye nem nyilatkoztak arról, hogy miért nem rúgták ki, vagy miért döntöttek így. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy miközben a Fidesz egy gyakorlatilag értelmiség ellenes politikát folytat, és a vezető Fideszes arc mondjuk győzike lett, az újabb békemenetet is ő, békemenetet is ő reklámozza, a közben a nemzeti értelmiség körében nagyon érzékelhető a kiábrándultság a kormányban, részben a korrupció miatt, részben azok miatt az intézkedések miatt. Említhetném például a vendégmunkásoknak. Nem, bocsánat, a tényleg csak azért, hogy elneveszítsem én a fonalat. Tehát akkor ön azt osztja azt a lehetséges álláspontot, amelyet Torockai László is megfogalmazott, hogy a Fidesznek politikai érdeke lett volna Zsuzsanna megtartása a Magyar Sárkutatóintézetnek? A és Zsuzsanna nagyon sok Fideszes szavazó számára is szimpatikus, ez egy nyilvánvaló dolog, és az, hogy a Fidesz mérlegelte azt, hogy ő politikai Azatot veszít azzal, hogyha Bormendés Zsuzsannával szemben egy boszorkány üldözést folytat, ez elképzelhető, hogy közre. Nem az Magyar Péter, hogy akkor önök a szatellitpárt az ilyen. De miért történetek? Hát ez, ez, egy, ez egy tényszerű hazugság. Egyébként a közmédiában való megjelenése is a mi hazánk mozgalomnak a legkevesebb. De... Azon végképp nem tud segíteni. Tudom, csak a szatellitpárt, hogyha párt lennénk, akkor a közmédiában mondjuk a mi hazánk meg tudna jelenni. Tény, számokkal kimutatott tény, hogy nem tud megjelenni. A, a Nemzetbiztonsági Bizottságban az ország gyűlésben egyetlen olyan párt van, amely nem vehet részt, és a Fidesz szavazatai miatt nem vehet részt, ez a mi hazánk mozgalom. Ez skandallum, botrány. Az, hogy bejutottunk az országgyűlésbe saját jogunkon, saját listánkkal, van átvilágított képviselünk, és nem, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki tisztségét nem adták nekünk, nem, hogy tagunk nem lehet ott, hanem egyetlen olyan ülés sincsen, ahol az átvilágított frakciótagunk részt vehet, mert a Fidesz képviselői leszavazzák ezt sorozatosan. Ez szintén mutatja, hogy nem vagy vagyunk Hogyha az lennénk, akkor sokkal nagyobb teret biztosítana számunkra a Fidesz. Ez egy nagyon könnyű és nagyon olcsó bélyeg. Én szeretném az, hogyha a politika az az emberekről szólna, nem pedig az ilyen nyilvánvalóan hazug és szeretném azt mindenképpen elmondani, hogy például a Samsung gyárnál dolgozó nők esetében Dél-Koreában kimutatták, hogy a, az ő magzatuk gyermekük azért született vele született rendellenességgel, mert a gyár nem biztosította a megfelelő munkát. Ez pátán is visszatérő téma ez, hála az égnek ezt. Ez sokan göbenetes. mondják, reméljük, hogy a kormány is lépszabac. Elnök helyettes asszony. Ö ö én nem vagyok az önök fogadott vagy fogadatlan kommunikációs tanácsadója, vagy bármifajta prokátora, de hogyha így ennek a dolognak az optikájáról beszélgetünk, ugye Balázs tisztázó kérdései is szerintem véletlenül ebbe az irányba mutattak, hogy ugye Magyar Péter önökkel szemben megfogalmazott egy olyan ellenzéki kritikát, amit bár más ellenzéki politikustól is hallottunk az elmúlt időszakban, de abból fakadóan, hogy azért ő mégiscsak egy, egy miniszternek volt a férje, ezért úgymond köz volt a tűzhöz, egy kicsit hitelesebben hangzik az, hogy például azt állította Magyar Péter, hogy ön és a Fidesz frakcióvezetője Kocsis Máté rendszeresen, heti rendszerességgel szoktak egyeztetni arról, hogy a mi hazánk mozgalom milyen törvényjavaslatokat nyújtson be, és ugye emellé rakva most ezt a Magyarság Kutató Intézettel Magyarságkutató Intézettől igazoltak EP képviselőjelöltet, aki ráadásul ugye nem olyan körülmények között távozott, mint Tarzoltán, azért ezeknek elég rossz az optikája. Azért, mert önök, bocsánat, önök prejudikálják ezt. Hány javaslatot nyújtott be a mi hazánk eddig ebben a ciklusban, és hányat fogadott el a Fidesz? Ne haragudjanak, 2000-nél többet nyújtottunk be, és azt hiszem egyet, ha elfogadtak. Milyen, miről beszélnek? Azért, mert valaki ezt bele kiabálja az éterbe, attól még, hogyha számokkal cáfolom, akkor önök továbbra is neki hisznek. Semmilyen állítása nincsen Magyar Péternek, amit bármivel alátámasztott volna, sőt az egyik interjújában, mikor rákérdezett egy újságíró végre, hogy mivel tudja ezeket alátámasztani, akkor azt mondta, hogy nem kell ezeket alátámasztani. Szerintem ez botrány, és ez színvonaltalan a magyar közélet, hogy ilyen ö, ö, felvetésekkel egyáltalán foglalkozunk, és nekem ezt kell itt száfolnom, ne haragudjanak, ahelyett, hogy a programunkról tudnék beszélni. Soha életemben semmilyen politikai egyeztetést, kocsis nem folytattam, elmondtam. Magyar Pétert emiatt feljelentettem, nem tudok ennél többet tenni. Nagyon sajnálom, hogy önök mégis neki hisznek, én szeretnék a programunkról beszélni, arról, hogy a globalizációt hogy lehet megállítani, arról, hogy holnap megint szavaz az igazságügyi bizottság a mi hazánk mozgalomnak a készpénzvédő alaptörvény módosításáról, és arról, hogy a végrehajtó maffiát hogyan kell elszámoltatni. Szerintem a, bocsánat, hogyha a már kérdésed, a prejudikálást amelyet, a említett, azért említett, azért erre hagy reagáljak én is. Hát én nem mondtam, hogy én kinek hiszek Abból szabó sem mondta, Anita sem mondta, hogy kinek hiszünk, kinek Sőt. nem hiszünk. Meg, megjelentek különböző nyilatkozatok. Ön kifogásolta azt, hogy miért szerepel keveset a médiában. Itt a médiában adunk önnek lehetőséget élőadásban, egyébként egy igen nézet élőadásban, hogy ezekre reagáljon. Ennyi történt, nem több. Nem, önök tényként állítottak olyan dolgot, például azt, hogy miniszteri közbeavatkozás történt Bormendik Zsuzsanna kirúgása kapcsán, amelyet Bormendik Zsuzsanna cáfolt. Tehát a mi válaszaink azok nem nagyon tudnak eljutni az emberekhez. Ezek elsősorban kérdésként ma. merülnek fel, pont azért, hogy lehetőséget tudjunk adni arra, hogy ha nem igaz az állítás, akkor azt ugye cáfolni tudják, és mi mindig inkább kérdésként fogalmazzuk meg. De mivel nagyon kevés az időnk, és tényleg szeretnénk, hogyha akár a programos részletesen beszélhetnénk, azért ugyanezeknek a kérdéseknek a mentén nagyon fontos, és ön is említette az előbb, hogy kint mondjuk a Fidesz hogyan működik és mit csinál, miközben itthon milyen kommunikációt látunk tőlük, hogy most akkor az antiglobalista politika ellen vannak ők is. Ehhez képest ugye a mi hazánk is ugyanezt a kommunikációt folytatja, hogy kint az Európai Parlamentben például egy borvendég Zsuzsanna képviseletével hogyan tudják azt megoldani, hogy ez egyértelműen elhatárolódjon is, és milyen ügyek mellett fog kiállni, és mi lesz, ami fontos neki úgy, hogy még nem voltak kint az Európai Parlamentben, tehát azért nem lesz egy könnyű harc, főleg akkor, hogyha egy mandátumot sikerül szerezni. Tudatosan választottuk Borbendik Zsuzsannát arra, hogy a mi hazánk európai parlamenti képviselője legyen. Egyrészt, mert civil, és soha nem volt még semmilyen politikai múltja, vagy nem kötődött egyetlen politikai párthoz sem. Másrésztről pedig ő a történészi munkásságában is éppen, hogy feltárta azokat a globalista hálózatokat, amelyek Magyarország kifosztását évtizedeken keresztül bejáratták és, és gyakorolták. Tehát szeretnénk a, szerettük volna, hogy egy olyan ember kerüljön oda, aki tisztában van azzal, hogy ezek hogyan működnek. Ködnek. Másrésztről a Fidesznek a, az Európa politikája, akár itt említettem Fonderlejjennek a megszavazását, de említhetném Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megszavazását Orbán Viktor részéről, vagy Ukrajna pénzügyi támogatását, ehhez szintén hozzájárult a magyar miniszterelnök, illetve Szijjártó Péter feladta azt a korábbi álláspontot is, hogy közös európai pénzből ne finanszírozzanak Ukrajnának szánt fegyvereket. Ugye most már a magyar adófizetők is hoz hozzájárulnak ahhoz, tehát mindannyiunk pénzéből fizetnek Ukrajnának, vagy bocsánat, fizetnek azoknak az Európai Uniós tagállamoknak a fegyverekért, amelyek fegyvereket küldtek Ukrajnának. Tehát rá szeretnénk világítani arra, hogy ismételten egy hátraarc történt a Fidesz politikájában, amit kommunikálnak, hogy ők békepártiak, az nem igaz, hiszen amikor szavazni kellett, akkor mind Orbán Viktor, mind Szijjártó Péter hozzájárult ezekhez az Európai Uniós döntésekhez. Másrészről, ugye Ukrajna pénz ügyi támogatása esetében, ott nem szűk a háború támogatásáról van szó, hanem az ukrán államnak a fenntartásáról, amihez szintén ami álláspontunk szerint nem kellett volna hozzájárulnia a magyar miniszterelnöknek, hiszen egy magyar ellenes korrupt rezsimről beszélünk, akik nem biztosítják a magyarság, az ott élő magyarságnak a jogait, tehát hiba volt Orbán Viktor részéről, hogy hozzájárult ezekhez. Ráadásul az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, ugye, amikor ugye ki ment kávézni, emlékezhetünk erre, úgy járult hozzá Orbán Viktor, hogy még előtte lévő nap is azt mondta az országgyűlésben, hogy ő meg fogja ezt vétózni, és nem fog engedni semmiféle nyomásnak. Azt is mondta, hogy a magyarra genetikailag nem hat a nyomás, ehhez képest megtette. Tehát mi azt szeretnénk, hogy legyen egy olyan erő az Európai Parlamentben is, és erre a biha, a mi hazánk a biztosíték, amelynek ilyenkor nem remeg meg a keze, és valóban ellen tud állni ezeknek. A Nagyon dolgás. röviden egy igennel vagy nem, előszerint létezik ukrán nemzet? Hát ez nem egy olyan kérdés, amelyre igennel vagy nemmel tudok válaszolni, és ennyire röviden, mint amennyi a mostani időnk. Én úgy gondolom, hogy ez elsősorban történészi kérdés, nem politikai kérdés, de ö, ebben a politikai helyzetben, amiben pedig most vagyunk, különösen kényes erről beszélni. Duró Dórának, a Mi Hazánk elnök helyettesének és Szalai Szabolcsnak az Index újságírójának. Köszönöm Köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget.